Ezt mégis hogy tettem? Ezt nem tudom. Utána! Semmi földjén miért is hagyom, hisz a szórakozás pia a legkevesebb bajom velem. Nem tudod elhitetni, hogy te vagy a jó fej. Mi lesz velünk? Nem tudom, de túl kell élni a napot, tudni, hogy vagyok, és az igazságot keresni, ha hagyod a szemeket kinyitni, hogy mi a valóság. Elmondanám nektek, ha hagynád. Soha ne gondolnád, mi történik most veled. Soha nem érthetnéd valóság a képzelet. Gyilkos hatalom vágy, uralkodó nézetek. Olcsó hazugság, frázisok, képletek. Most megint mindent kezdtetek előről. Mint egy ördögi körforgás. Megint én vagyok az új lány. Elegem van belőle, és nem is kell többé találkoznom vele. Majd ezúttal minden másképp alakul. Ennek most már működnie kell. Tudom, hogy sikerülni fog. Állított, hisz tiéd az akarat, ha hagyják, mint a hangyák. Irányítottan élik az ökoszisztémát. Veszélyes játék, utóirat úgy marad, ha a forgatókönyvben átírod a szavakat. Soha ne gondolnád, mi történik most veled. Soha nem érthetnéd valóság a képzelet. Gyilkos hatalom vágy, uralkodó nézetek. Olcsó hazugság, frázisok, képletek. Na, milyen az új csaj? Hát, elmegy. Elmegy? Tök jó kis csaj. Ráadásul milyen kedves már. Szerintem rá kéne hajtanod. Még nem is ismerik senkit. Á, tudod, hogy nem az esetem. Még mindig ő? Olyan szép és különleges. De semmi esélyem nála. Beszélgettél már vele? Hát, egyszer már köszöntünk egymásnak. Jó, az igen. Mondjuk a stílus egy kicsit elüt a tiédtől, ez igaz? Nekem nincs stílusom. Ne viccelj már, ez mindenkinek van. Na, Hali! Hello! Sziasztok! Hello. Remélem tudtál aludni a tegnap esti csetelésünk után. Aha, nem könnyen. Elnézést? Szabad egy mellnézést? Új, mekkora paraszt vagy! Vigyi, drága, ott van Enikő, beszélnem kell velem. Aztán majd a teremben találkozom. Okay. Tuti, bejövök neki. Igen, Robika, te minden csajnak bejössz. Boton, te melyikkel szólnád a Lucca barátnői közül? Hát... Mindkettőt egyszerre, mi? Na, én még elszólok egy dekket az óra előtt. Én meg oda megyek Zoéhoz, se hívom hétvégi kocsmazaj koncertre. Várj, csak így spontán oda mész hozzá. Igen, ez így megy, haver. Ki ez le? Utolsó szar darab. Komolyan mondom, nem hiszem.
Itt a Nyomi. Mit pofáztatta az én barátnőmről? Ajaj. Most nagy bajban vagy, haver. Gebro, ne balhézzál már megint. De most ebben ne szólj bele! Na szóval... Én nem is. Nem is ismerem őt. Nem. Akkor ismerd meg őt. Mit csinálsz? Hadd már békén! Szállj le rólad, te gyökér! Azonnal adjátok abba. Ne már, kecske. Így hogy teszem fel YouTube-ra? Jó, akkor te is ide jössz. Ah, hülye vagy, bazd meg! Meg vagy te őrülve? Na, itt most mindjárt szépen felsorakoztok. Gyerünk, gyerünk. Jó vagy? Hát nem igazán. Gyere, Muci. Segítsetek, srác. Ó, meghalom. Muci. Oké, hamarosan elkísér valaki az orvoshoz. Jó, végem van. Na, ti jó madarak. Akkor úgy döntöttem, hogy büntetésképpen a ma délutánt este 6-ig tanulószobán töltitek. Kellemes lesz ez így pénteken, ugye? Nem már, én kocsmázni akartam menni. Ez fasza. Kisasszony, ilyen szépen beszélsz, maradhattok ám 8-ig is. Köszönjük, nem élnék a lehetőséggel. Na, nyomás az órára. Köszi. Gratulálok. Ez nagyon okos húzás volt. Most majd megint magyarázkodhatsz anyáiknak. Figyelj, tesó, nem kéne elmagyarázkodnom, ha falaznál nekem. Mondd azt, hogy mára tették át az aerobik edzést. Megint hazudjak miattad. Ez már nagyon elegem lenni ebből. Léci, láttad, hogy csak jót akartam. Jól van. De bünti után egyből húzol haza. Rendben. És köszi. Miért csak nekünk kell itt szokni? Ez a köcsök Gebro gyerek miért nem kapott büntit? Mi? Hiányzik? Aha, megnézném, hogy most is olyan nagy lenne a pofája. Úgy tudom, hogy be kellett vinni a kórházba, mert eltörött egy bordája. Jó, Anna. Az kurva nagy volt, amikor oldalba rúgtad. Köszi. De, tanár előtt. Csoda, hogy nem kaptál nagyobb büntetést. Egyébként azt sem tudom, én miért vagyok itt. Nem is csináltam semmit. Ja, csak lekecskézted a kecskét. Tényleg, Hanna, ti miért költöztetek ide? Jó, hát ha nem akarsz beszélni róla, nem muszáj. Nem az. Csak nem is gondolnátok, milyen nehéz beilleszkedni egy teljesen új környezetbe. Főleg itt a név végén. Nekem mondod. Nekem 3 éven volt rá, mégsem sikerült. Arra gondoltam, ha már így összehozott minket a sors, mi lenne, ha elmennénk valahova hétvégére? Egész hétvégére? Igen. Van egy kis vadászházunk a környéken. Oda mehetnénk. Anya úgy is mondja, hogy próbáljak új barátokat szerezni. Tuti megengedni. Hú, ez szuper. Jöhetnánk egész hétvégén? Hol is van pontosan ez a ház? Hát, eléggé eldugott helyen, az erdő közepén. Hú, akkor lehet nem csak kivászott lenne ott. Hanem, hánynál is? Izgalmas hangzik. Én benne vagyok. Akkor mi is megyünk, ugye, Bajti? Jó van, akkor megyünk. Várjatok, megnézem, játszik a góna a hétvégén, mert akkor Emmát az egész családnak meg kell néznie. Mi az a góna? A helyi kézi csapat, amiben a tesóm is játszik. Oké, hétközi meccsük lesz, mehetünk. Remélem hasznosan telt a délután. Nyomás haza. Na végre, már azt hiszem, befonom a hajamat.
Igen. Figyelj! Van egy tök jó ötletem. Hétvégén egy ottalvós buliba megyünk Alexel meg a többiekkel egy vadászházba. Mi lenne, ha te is velünk tartanál? Tök jó lenne. Ezt most nem gondolod komolyan, ugye? Én menjek veled buliba. Aha, most miért olyan nagy csoda ez? Nem hívhatom el a kedvenc ulicámat egy buliba. Köszi, de engem nem érdekelnek a barátaid. Van nekem jobb dolgom is. Jobb dolgod? Állandóan csak itthon ülsz. Hallottál már róla, hogy nem sokára nyelvvizsgázom? Úgy is tudsz már mindent, mert különben nem egy regényt olvasnál. Te meg állandóan csak bulizol. Különben sem értem, hogy mi ütött beléd. Nem szoktál elhívni sehova. Miért nem a kis cica barátnőidnek szólsz? Mert téged sokkal jobban szeretlek. Ja, ott a hús buli. És anyáik elengedtek? Hát, persze. Ha te is jössz. Aha. Sejtettem, hogy innen fúj a szél. Köszi, de így nem érdekel a dolog. Mindig csak akkor kellek, ha szükséged van valamire. Jaj, ne csináld már. Tudod, hogy ez nem igaz. Olyan jó lenne. Ott lesz Zoé, Botond, Robika. Ja, hát az szuper. De még mindig nem érdekel. Meg az új lány Hanna is. Nem akarom, hogy Alex nélkülem menjen. Hanna? Ő meg hogy kerül oda? Ő hívott meg minket. Minket? Ja, akkor nekem is adta helyem. Köszi! Legyek egy másik lányban, ki lehet, hogy jó lesz. Egy ideig az ágymason megunom őt is. Dobom s a végén, elégedetten nézem a tévén. A lányt, akinek belehasadt a szíve, és azt üzeni a nézőinek karikás kis írt szemmel, hogy együnk még jót, ígyunk még jót. Ez a rendszer. Együnk még jót, ígyunk még jót, hadd pusztuljon az ember. Együnk még jót, ígyunk még jót, tökéletes ez a rendszer. Együnk még jót, csináljunk sót, hadd pusztuljon az ember. Szerelmes legyek abba a lányba, ki lehet, hogy szeret, de mára már az is jó, ha rosszat nem mond, csak olyat, hogy benned már semmi sem bosszant, mert szerelmes. Egyébként mit tudtok erről a Hanna lányról? Hát, két napja jött a suliba. Most költöztek ide. Azt hiszem talán Szombathelyről. Valami családi zűr volt háttérben. Szerintem tök rendes a csaj. Meg látszik is rajta, hogy beszeretne illeszkedni. Neked mindenki rendes, aki két jót is szól hozzád. Nem csak erről van szó. De tegnap is hogy kiállt már mellettünk? Amúgy meg, tudjátok egyáltalán, hogy pontosan hol is van ez a ház? Én úgy tudom, az erdő közepén, egy tisztáson. Azt hiszem, még áram sincsen, csak valami generátor. Aha, hát ez marha jó. Szóval, totál elszigetelve töltjük a hétvégét. Talán még a telefonok sem fognak működni. És akkor mi van? Legalább senki nem zavar. Ja, és segítséget sem tudunk hívni, ha bármi baj történne. Amennyire ismeritek, ez a csaj akár még egy baltásgyilkos is lehet. Emma, hagyd ezt abba! Állandóan aggodalmaskodsz. Lazíts már egy kicsit. Persze, hiszen ez lenne a lényeg ennek az egész hétvégének. Hogy mindenki jól érezze magát. Na jól van. Majd... meglátom, mit tettek az ügy érdekében. Nekem a jó, meg hogy jöhet utána a szexi. Yeah, no.
az ember. Wow! Ez kurva jó! Itt tudunk majd csütögetni. A tónál szoktunk tábortüzezni. Holnap megcsinálhatnánk egy túrát a környéken. És még fürödni is lehet. Bár fürdőgatyát azt nem hoztam, de kit zavar? Hát fürdeni a sajnos nem lehet a tóban. Tudtam. Hú, az akkant. Elhoztad a képzelt barátaidat is, vagy most otthon maradtak? Inkább te hagyhattad volna otthon a hülye poénjaidat. Le lehet szállni a tesómról. Remélem nem gond, hogy elhoztam a húgomat is. Ja, elhoztál. Köszi. Nem, de hogy ő is elfér itt. Azt hiszem, mi még hivatalosan nem lettünk bemutatva egymásnak. Juhász Emma. Szabó Hanna. Szabó Hanna, érezd jól magad. Na gyertek, megmutatom a házat. Pakoljunk be. Sörre vigyázz. Magácska talán a Szabóék rokona? Hát, nem ismer meg. Hanna vagyok. Igaz? Már elég régen találkoztunk. Ja, persze. Alig ismertem még. Hisz már egy kész hölgyet magából. Néhány barátommal itt töltjük a hétvégét. Ejha, aztán lepődjenek meg, amikor majd a szarvasok itt bűnnek a teraszon. Az milyen romantikus lenne már, nem? Romantikus? Az már biztos. Megfélebb a szarvas bikának. Nem kellem komolyan venni. Májusban nincs is szarvas bőgés. Meg az is biztos, hogy nem van itt én éjszakára. Na Isten áldja! Viszlát! Viszontlátás! Hát, nem is tudom. Simán menni fog. Na menjél. Na, halló. Szia. Annyira örülök, hogy eljöttetek. Mi is volt a címe? Orosz halott? Vagy gonosz halott? Tudod, most nagyon nehéz időszakot élek át. Jó, hogy kicsit ki tudok veletek kapcsolódni. Szerintem a köszönet inkább neked jár, hogy eljöttél minket erre a tök jó helyre. Szóval... Igazából már az első pillanatban szimpatikus voltál nekem. Egyből arra gondoltam, hogy mi jól megértenénk egymást. Hát, ez nagyon kedves tőled. Szívesen beszélgetek veled. És ha úgy gondolod, hogy kibeszélnél magadból a bánatodat, engem mindig megtalálsz. Úgy érzem, neked el tudnék mondani mindent. Pedig még alig ismerjük egymást. Ez igaz, de tudod, ez nem olyan hatodik érzék. Tényleg, Robikát nem láttad? Az előbb, mintha a tófele ment volna. Na, beleesik vagy valami. Keressük meg. Oké, bár nem kisgyerek, hogy minden lépését figyelnünk kellene. Azt te csak hiszed. Thank you.
Boti, nem keveredte össze valami mással ezt a filmet? Hát, lehet. Na jó, azt elcsesztem. Ha tényleg szereted a horrort, egyszer megnézhetnénk együtt. Az jó lenne. Ez aztán az igazi romantikus első randi. Kap be! Mit csináltok? Szendvicseket. Te is kész egy nutellás kenyeret? Köszönöm. Hogy miért? Azt nem mondta, hogy nem ettél még nutellát. Ez marha jó. Ebből kenhetnél nekem is egyet. Szólok a többieknek, hogy jöhetnek kajálni. Szia, tesó, mit csinálsz? Olvasok. Nem kéne magad ennyire látványosan kivonni a társaságból. Gyere be hozzánk, amúgy is mindjárt kajálunk. Nem vagyok éhes. Legalább Hannával megismerkedtetek már? Hiszen szobatársak leszünk. És mi a véleményed róla? Nagyon jó fej. Ezt most miért így mondod? Azért, mert mindenki oda van érte. Te is jobban odafigyelhetnél ám, hogy mi megy itt. Ezzel most mit akarsz? Csak azt, hogy nyomul az Alexre. Ha nem vetted volna még észre. Hogyan nyomulna már? Csak barátkozni akar. Barátkozni? Aha. Most mi a problémád? Az, hogy féltelek, Lica. Emlékezz, mi történt tavaly. Azt inkább szeretném örökre elfelejteni. Ha hagynád. Amúgy is rossz érzéseim vannak Hannával kapcsolatban. Megint előjöttek azok a régi dolgok. Hagyd már ezt a hülyeséget. Köszi. Pont erre számítottam tőled. Na jól van. De most gyere be. Nem. Most nincs hozzá kedvem. Ne vitatkozzunk. Legalább enni gyere be a kedvemért. Aztán utána felőlem egész nap olvashatsz. Hogy mit meg nem teszek érte. Észre sem vettelek. Mindenki végzett a kajával? Ennyire titkos? Nem, csak tudod, egy napról. Ugye tudod, hogy senkit nem szerettem még úgy, mint téged. Én is nagyon szeretlek. Ragudj, de én ezt most nem szeretném. De hát mi a baj? Már hónapok óta járunk. Egyszerűen csak nem akarom, és kész.
Szóval itt rejtőzöl? Nem tudtam, hova tűntél. Nem rejtőzöm, csak szeretném befejezni ezt a könyvet. Hú, jó vastag könyv! Miről szól? A Stephen King könyve. Egy időutazóról szól, aki visszamegy az időben és megpróbálja megakadályozni a Kennedy merényletet. Izgalmasan hangzik. Szívesen elolvasnám én is. Nem is tudtam, hogy szereted a skifit. Hát, sok mindent nem tudsz még rólam. Ez az egyik ilyen. Közel áll hozzám ez a téma. Érdekes, hogy ezt mondod. Nem járunk egyet? De, miért ne. És mit szólsz ehhez a házikóhoz? Fú, nagyon bejön nekem ez a hely. Tetszik, hogy ilyen eldugott helyen vagyunk az erdő közepén. Egyedül. Jöhetnénk máskor is. Neked semmi furcsa érzésed nincs ezzel a helyen kapcsolatban? Mire gondolsz? Nem is tudom. Amint kiszálltunk az autóból, egyből olyan érzésem támadt, mintha már jártam volna itt. Pedig tudom, hogy nem. Aztán, ahogy körülnéztem, ez az érzés egyre csak erősödött. Azon gondolkodtam, hogy talán álmodtam erről a helyről. Vagy egy nagyon hasonlóról. Ismerős az érzés, de én még tuti nem jártam itt. Lehet, hogy előző életedben itt éltél ebben az erdőben. Valószínű. Képzeld, Botond azzal jött az előbb, hogy olyan ez a hely, mint a gonosz halottban. Nem is értettem, mire gondol. Persze, kiderült, hogy nem is látta a filmet, és teljesen összezavarodott. Tök aranyos volt. Szerintem akar valamit ez a fiú. De ahogy ezt a Hannát elnéztem, szerintem ő is akar valamit. És nem csak azt, hogy mindenki jól érezze magát. Nem tudom. Nekem ez még nem tűnt fel. Nekem viszont gyanús ez a lány. Mi az, hogy két napja ismerjük, és már is meghív minket egy egész hétvégére? Ki csinál ilyet? Szerintem akar valamit. Méghozzá Alex-től. Már tegnap is észrevettem, hogy máshogy néz rá. Gondolod, hogy rá akar hajtani Alexre? És ezt pont itt akarja csinálni Luca óra előtt? Nem lenne túl okos húzás. Ki mondta, hogy a Hanna okos? Lehet, hogy tök hülye. Na jól van. Minden esetre figyeljünk rá. Tartsuk szemmel. Találom a mustárt, pedig tutira elhoztam. Nem gond, van a közelben egy kisbolt. Akkor majd én elmegyek. Kell még valami? Hát... nem. Egy koszka sört is hozzááll. El ne felejtsd, mert fogytám van. Mindjárt gondoltam. Hanna, merre is van az a bolt? Hosszú. Inkább elmegyek veled. Azért, mert Hanna is megmondta, hogy nem lehet ebben a tóban füredni. Miért ne lehetne? Van benne víz. Jó, hagyjuk, ha ilyen hülye. Na, mi a fája? Nem normális. Hoztatok sört? Ott a csomagtartóban. Megyek, be is üttöm. Most elvesz a söreivel. Tényleg olyan, mint egy kisgyerek. Csinálnál rólam egy szelfit? Én csináljak rólad szelfit? Aha, tudod olyan képet, amin csak én vagyok meg a szép háttér. Nagy mosolyt kérek! Jól van, szép lett. Anya! Mi van, kicsim? Emma! 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 Mi a baj? Csak egy régi emlék.
Ez meg már tuti megtörtént egyszer. Ne rémizges. Nem akarlak, de engem is kicsit megrémiszt ez a helyzet. Amióta megjöttünk, azóta történnek ezek a furcsaságok. A hideg is kirázott. Máskor is szoktál ilyeneket érezni? Hát, régebben előfordult már, de ennyire erősen és ilyen sűrűn még soha. Ez tényleg érdekes. Vajon mi a fene folyik itt? De mondjak még ennél is durvábbat. Megesküdnék rá, hogy Hanna nekem kétszer mutatkozott be. Ez senkinek sem tűnt fel. Oké. Erről még majd beszéljünk. Na most jönnek. Hozzá Kubit is. Nem ez van a kötényedre írva? Tudod, néha nem értem, ami jár a fejedben. Ne haragudj az előbbiért. Talán kicsit túlreagáltam a dolgot. De még nem vagyok kész erre. Ezt a szobában is elmondhattad volna. Szerintem Nolan filmjei közül egyértelműen az eredet a legjobb. Ne viccelj már! A tökéletes trükk sokkal átgondoltabb és összetettebb. Eddig akárkinek mondtam, mindenki hülyének nézett miatta. De nekem a tökéletes trükk a kedvenc filmem. Figyi, ezt most tényleg láttad? Meg sem tudom mondani hányszor. Imádom, hogy ezerféleképpen lehet értelmezni. Hát ez az. Én is erről beszélek. És mi a véleményetek a Csillagok közöttről? Asszar. Tessék! Hanna, neked tetszett a Csillagok között? Á, én nem nagyon szeretem az ilyen régi filmeket. Régi? Hiszen ez kb. Egy két éve ment a mozikban. Ja, akkor lehet csak összekeverem valamivel. Hát te meg mit keresel itt? Szia, Anna. Éreztem én, hogy nem hiába próbálkozom. Te meg mi a fenéről beszélsz? Relax, relax. Mer relax. Te megint be vagy nyomva. Jó a segged, közelebbről is megnézheted. Úristen, ezeket a szánalmas dumáidat honnan szeded? Ne, de az a lényeg, hogy végre kettesben lehetünk. Szállj már le rólam! Mit képzelsz te magadról? Nem mondd, hogy nem azért jöttél ide, hogy velem legyél. Jól van, most már befejezteted a baromságaidat, és engedj a dolgomra. Miért? Mi dolgod lenne neked itt az erdőben? Csak nem valami elásott kincset akarsz előbányászni? Ha igazi kincs vagy, én megmutatom, hol találod. Ha nem hagysz békén, esküszöm, behúzok egyet. De az előbb Alexék megbontották apám 20 éves viszkijét. Ha nem siet, szerintem hamarosan el fog fogyni. Ezt gyorsan megnézem, de te nem mozdulj, rögtön jövök! Még ha igaz lenne, akkor is kár lenne beléd. De Hanna, mondd meg nekem őszintén, mit keresünk mi itt? Tessék, ezt meg hogy érted? Két napja jöttél a gimibe. Szinte még senkit nem ismersz, de már is hétvégi partit rendezel. Nem furcsa ez? Most, hogy mondod, az tényleg furcsa, hogy te mit keresel itt. Mert úgy emlékszem, téged nem is hívtalak. Nagyon vicces. De tudod, hogy nem erről beszélek. Megjelensz az iskolában, és úgy csinálsz, mintha már évek óta ismernél itt mindenkit. Aztán
Látszólag minden ok nélkül belerugsz a gebrába, hogy téged is bezárjanak. Szerinted nem láttam, hogy előtte éppen vele beszéltél az udvar másik oldalán? Mit akarsz ezzel? Talán az nem tetszik, hogy engem ilyen gyorsan elfogadott mindenki, téged meg évek óta észre sem akarnak venni. Mert azon nem csodálkoznék. Lehet, hogy engem nem vesznek észre. De én nagyon sok mindent észreveszek. Látom, hogy folyamatosan Alexre nyomulsz. Kinek képzelsz te engem? Nem tudsz te rólam semmit. Hát éppen ez az. Ki a franc vagy te, és mit akarsz tőlünk? Én vagyok az, aki megmondja neked, hogy tarts távol magad tőlem. Menjél aztán olvasgasd a könyvedet. Azt hiszed, annyiban hagyom, hogy lenyúlod a nővérem pasiát? Ő nem ezt érdemli. Eszembe se jutna ilyesmi. Hát persze. Azért csak tudd. Figyellek. Figyeljél csak. Úgy sincsen más dolgod. Megbíztam benned, és akkor ezt kell csinálni vele. Próbáld megérteni. Nem ellened irányult. Ebből bele fogok őrülni. Nyugodj meg, kérlek. Azt ugye tudod, hogy ezt nem fogom annyiban hagyni. Basszus, értitek? Utánam jött az erdőbe. Akkor ott megfogtam a seggét, és szerintem tetszett is neki. Srácok, ma este még tuti lesz valami. Aha, biztos így volt. Azért ne jedd bele magad túlságosan. Emma, ha úgy alakul az este, átadod a helyed? Hámadban. Ilyen nincs. Láttátok ezt? Mit csinált? Robika kétszer nyitotta fel a sört. Nem viccelj már. Mi van, te be vagy rúgva? Esküszöm, hogy kétszer történt meg. Jaj, ne kezd ezt már megint. És ez már nem is az első ilyen eset ma. Valami baromira nincs itt rendben. Már délután is beszélt nekem erről. Jó. Lehet, hogy most is hülyének néztek, de muszáj beszélnem róla. Folyamatosan dejavű érzéseim vannak. Mintha ezek a dolgok már megtörténtek volna. Azért ez már nem lehet véletlen. Hihetetlen. De mintha újraélnék mindent, ami itt történik. Mindjárt elejti. Hú, bazzeg! Na, tessék! Persze, mert kibűvölted a kezembe, te banya. Miért ezekkel szerencsétlenkedtek? Bent vannak rendes nyársak is. Alex, segítenél megkeresni őket? Persze. Kösz. Azért ez elég izgalmas, nem? Mi van, ha van itt valami, ami ezt okozza? Vagy valaki? Hát szerintem ez baromság. Miért lenne az? A déjà vu akár arra is utalhat, hogy valaki manipulál az idővonallal. Egy Star Trek epizód is foglalkozott ezzel a témával. Na jó van, nekem ez már sok. Miért? Mit tudtok ti Hannáról azon kívül, hogy két napja az osztálytársatok? Hát a segg az nagyon jó. Nagyon semmit. De engem már idegesít, hogy állandóan Alex körül legyeskedik. De ez még nem jelenti azt, hogy valami földön túli teremtmény lenne. Nem is ezt mondtam. Itt vannak a nyársak? Hát ez jó sokáig tartott. Jó, mert... kicsit beszélgettünk is. Mégis mi a franc van még, amit nem sikerült egész nap megbeszélni? Ne csináld már. Anna családi problémáiról volt szó. És ezt pont veled kellett megtárgyalnia. Ez igazán érdekes. Hello, én is itt vagyok ám. Talán ezt nem most kéne. Egyébként sem ezért jöttünk. Akkor miért? Hogy rámász a pasimra? Teljesen félreérted a helyzetet. Melyik helyzetet? Amikor Pincsi kutya módjára mentél vele a boltba? Vagy amikor pózolgattál neki a tóparton? Emma, beszámoltám a kis akcióidról. Kicsim, szerintem ezt túl reagálod. Most ezt ne! Kicsit hagyjatok!
Már megyek és beszélek vele. Ne. Ilyenkor hagyni kell. Majd lenyugszik. Ez meg mi a franc? Mi az? Ezt Hanna táskájában találtam. Ezt nézd! Mi a picsa? De hát ez lehetetlen. Ez meg hogyan? Ezt nem hiszem el. A jövőbeli tablóképünk. Honnan jöttél és mit akarsz tőlünk? Miért kell mindent tönkre tenned? Fogalmat sincsen, mit tettél! Most is hülyének néztek, de muszáj beszélnem róla. Folyamatosan dezsavű érzéseim vannak, mintha ezek a dolgok már megtörténtek volna. Azért ez már nem lehet véletlen. Hihetetlen. De mintha újraélnék mindent, ami itt történik. Mindjárt elejtik. Bazzeg! Na, tessék! Persze, mert kibűvölted a kezemből, te banya. Már hányadik söröd? Azért kicsit visszafoghatnád magad. Miért ezekkel szerencsétlenkedtek? Bent vannak rendes nyársak is. Alex, segítenél megkeresni őket? Persze. Kösz. Segítsek sítőgetni? Nem kösz.
Azt hiszem, a kája tetején vannak. Levennéd őket? Hát persze. Itt is vannak. Apukád gyakran jár ide vadászni. Bocsáss meg. Nem muszáj beszélni a dúlva. Nem. Semmi baj. Csak hát ez olyan nehéz. Nekem elmondhatod, ha gondolod. Tudom, te olyan aranyos vagy velem mindig. Mikor ide költöztünk, megfogadtam, hogy senkinek sem fogok panaszkodni. De muszáj beszélnem róla valakivel. Mielőtt ez az egész elkezdődött volna, egy igazi boldog család voltunk. De aztán minden tönkre ment. És jöttek a vége láthatatlan veszekedések. Szörnyű volt. Nem jöttek ki egymással a szüleid? A válásuk előtt már készpokol volt az életem. De csak apuc sajnálom, ő nem ezt érdemelte volna. Elvesztette a családját, a lakást is el kellett adni. És azóta állandóan csak iszik. Mi történt? Hibázott. Egyszer. De nem ő tehet róla. Ő próbálta helyrehozni, de az a ribanc, ő volt az oka mindennek. De ne haragudj. Ebbe már tényleg nem szeretnék belemenni. Mert az rád is hatással lenne. Már hogy lenne rám hatással? Ha ezt elmondanám, egészen más szemmel néznél rám. És azt tényleg nem szeretném. Mert az az igazság, hogy én nagyon vonzódom hozzád. Remélem nem baj. Nem, de hogy csak tudod, hogy én meg Luca együtt vagyok, ugye? Persze, de hidd el, te sokkal jobbat érdemelsz nála. Honnan tudhatnád? Nem is ismered. És ne legyél ilyen szomorú. Minden rendbe fog jönni. Tudom. De előbb még el kell intéznem valamit. Vissza kéne mennünk. Jó, de lehet jobb lenne, ha előre mennél. Majd megyek én is. Itt vannak a nyársak. Hát ez jó sokáig tartott. Jó, hát beszélgettünk egy kicsit. Ja, beszélgettetek. És mégis mi a franc van még, amit nem sikerült egész nap megbeszélni? Ne csináld már. Van a családi problémáiról volt szó. Persze, és pont te vagy az egyetlen, akivel ezt meg tudja beszélni, mi? Hát, erről már igazán nem tehetek. Szóval azt mondod, hogy most otthagytad a házban magányosan pityeregni? Hát... Na, passzoljatok nekem is egy szalonnát. Azt hiszed, nem veszem észre, mit akarsz elérni? Mi ez a nagy megnyílás meg lelkizés a pasimmal? Csak beszélgettünk egy kicsit. Meg egy kicsit elkísérgetted a boltban, meg pózolgattál neki a tóparton, meg egész nap pincsi kutya módjára mész utána. Emma mindent elmondott. Kicsi, szerintem ez túlreagáló. Ezt most hagyjuk, jó? Ennek meg mi baja van? De megyek és beszélek vele. Ne. Ilyenkor hagyni kell. Majd lenyugszik. Thank you.
Zsolti, viszont tuskot még meg eszem. Hagyd már békén. Ez meg micsoda? Mit keres az nálad? Itt találtam az ágyon. Persze, az ágyon. Te turkáltál a táskámban? Ezt mégis hogy képzeled? Dehogy turkáltam, mondom, hogy itt volt az ágyon. Nem volt az ágyon. Te belenyúltál a táskámba. Add már ide. Mondom, hogy nem turkáltam, nem szoktam ilyet csinálni. De most nem is ez a lényeg. Azt kérdeztem, mire való? Semmire. Olyan gyógyszerről még nem hallottam, ami semmire sem való. Jól van, na. Ezek csak vitaminok. Bárki szedhet vitaminokat, nincs ebben semmi különös. A különös inkább az, hogy miért kell emiatt idegeskedni. Egyébként meg nem úgy nézett ki, mint a vitamin lenne. Mert te aztán minden vitaminnek táplálékkiegészítőt ismersz, mi? Na jól van, ne játszunk ilyet. Nem kell titkóznod előttem. Van valamilyen betegséged, amiről nem tudok? Már mondtam, hogy csak vitamin. Mégis milyen betegségem lenne? Hát én is ezt kérdezem. Na akkor csak titkolózzál. Majd rákeresek a nevére a neten. Jaj, ne izélj már. Hidd el, hogy csak egyszerű vitamin. Azért lettem ideges, mert nem szeretem, ha a holmim között turkálnak. Ennyi. Aludjunk, jó? Jó. Legyen vitamin. Talán valami antibaby tabletta? De hülye vagy. Ne haragudjak, hiszen elárultál! Én nem ezt akartam, vagyis nem így. Már sokkal korábban el akartuk mondani. Hogy voltál képes elvenni tőlem Benit? Amikor tudtad, hogy mennyire szeretem. Én nem vettem el, egyszerűen csak megtörtént. Nehogy azt hidd, hogy ezzel itt vége. Ezt nagyon meg fogod bánni. Te egész ilyen engem bámultál? Csak elgondolkodtam. Jézusom! Thank you.
Na, én már összecsomagoltam. Felőlem mehetünk is haza. Ne hülyéskedj! Hiszen már egy csomó izgi dolgot terveztem. Nekem nincsen már kedvem semmihez. Haza akarok menni. Ne csináld már! Figyi, tudom, hogy a tegnapi nap nem a legjobban alakult. De hidd el, én csak barátokat próbálok szerezni. Nem úgy nézek Alexre, mint pasiha. Hová készülsz, Muci? Hát csak összepakoltam. Ugye tudod, hogy mi nem megyünk haza? Tudom. Akkor mi lesz a mai program, Hanna? Úgy gondoltam, hogy elmehetnénk kirándulni. Nem messze van egy szuper kalandpark, és a közelben ijeszkodni is lehet. Fú, ezt mindig ki akartam próbálni. Én is. Meg is reggeliztetek. Aha, kérsz valamit? Á, erre a gyomorra. Max egy kávét majd bedobok. Én most lezvonászom, aztán utána megbeszélhetjük ezt a kirándulást. Oké. Gondolkodtam azon, amiről tegnap beszélgettünk. Tudom, hogy a többiek kattantnak tartanak, mert régen gyakran meséltél furcsa idegenekről. De én is látom, hogy Hannával valami tényleg nincs rendben. Ugye? Már a bemutatkozásomnál éreztem. És egész nap tök furcsán viselkedett. Ja, szerintem a csillagok között egy régi film. Vagy például fogalma sincs arról, mi az a selfie. Meg elhiszed, hogy még sosem hallottam Nutelláról? Hát ez az. Mintha nem is ezen a bolygón élne. Ki lehet ez a csaj? Nem tudom. De évek óta nem éreztem ilyesmit, mint most az ő társaságában. Ki kéne deríteni róla valamit? Azt hiszem, támadt egy ötletem. Figyelj, Anna, várj egy kicsit. Akartam valamit kérdezni. Na, mondj gyorsan. Te, én a tegnap estéből nem sok mindenre emlékszem. Történt esetleg köztünk valami? Hát, igazán sajnálhatod, hogy nem emlékszel rá. Beszélnünk kell, de ne itt, gyere! Jó is, hogy szóltál, mert egész éjjel a tegnap történtekkel járt az agyam. Az enyém meg rajtad. Azt mondtad, rám is hatással lenne, ha beszélnél valamiről. Ezt én nagyon nem értem. Figyelj, ez elég bonyolult. Ugye nem baj? Nem. Nem tudom, hogy mondjam, de muszáj lesz. Szóval szakítanod kéne Lucával. Te sokkal jobbat érdemelsz nála, mert ő... Igen? Ő nem az a jó kislány, akinek gondolod. Miért? Mit tudhatsz te róla? Hiszen nem is ismered. De, sajnos igen. Bár ne ismerném. Ti meg mit csináltok? Csak beszélgetünk. Hát ez nagyon nem úgy néz ki. Meg vagy te őrülve? Mi van mondjuk, ha nem én, hanem Luca jön most ide? Igazad van. Kicsit elvetettük a súlykot. Talán ezt a beszélgetéssel kellene folytatnunk. Ezt már nem hiszem el! Megint ez van! Mi a faszért kellett idejönnöd, te kis szánalmas lúzer?
Figyelj, Anna, hagyjál valami... most a baromságaiddal! Beszélnünk kell, de most! Szóval az van, hogy szakítanod kell Lucával. Na jó, ezt itt hagyjuk abba. Basszus! Lucáról kell mondanom valami fontosat. Ő nem az, akinek gondolod. Ezt meg hogy érted? Csináld valami nagyon szörnyű dolgot. Micsodát? És te honnan tudsz róla? Hát onnan, hogy én is szenvedő alanya voltam. De ezt majd kicsit később elmondom. Nem, Hanna, most ezt azonnal el kell mondanod. Figyelj, el fogom mondani mindjárt. De ehhez még szükségem van valamire, amiből egyből látni fogod, hogy az igazat mondom. Jó, de minél előbb. Most menj fel a szobátokba, 2 perc múlva én is ott leszek. Találtál valamit? Nem. Sejtettem. Bár már tegnap észrevettem, mintha hiányozna pár kép a falról. Látod? Erről beszéltem. Ha ez tényleg Hanna szüleinek a háza, miért nem találtunk semmi személyes tárgyat? Ez egyre titokzatosabb. Ráadásul a kutakodás közben megint tapasztaltam ezt a fura ismétlődést. Ez meg mit csinált az erdőben? Én már többször láttam, hogy arra felé mászkál. Nézzük meg! Hát, ha van ott valami érdekes. Jól van. Elárulnád végre, miről van szó? Mindjárt. Csak ez nekem sem könnyű. És te sem fogod szerintem egy könnyen megemészteni. Ne csináld már. Kezdesz megijeszteni. Jól van. Tavaly nyáron kezdődött az egész. Apu egy este valamivel többet ivott a kelleténél, és egy szombatai diszkóban kötött ki. Fogalmam sincs, Luca mit keresett ott. De valahogyan találkoztak.
Úgy tudom, a keresztülői laknak Szombathelyen. Hát akkor így már érthető. Szóval, Luca nagyon kihívóan viselkedett. És hogy finoman fogalmazzak, eléggé durván elkezdett nyomulni az apámra. Micsoda? Szerintem Luca kihasználta, hogy apu nem volt teljesen józan. Mert hát még aznap éjjel a kocsiban kötöttek ki. És hát, szóval, megtörtént. Na ne szórakozzál már. Luca és az apád? Honnan veszed ezt? Mondtam, hogy nem lesz könnyű, de hallgass végig. Szóval, igen. Apu nagy hülyeséget csinált. De megpróbálta helyrehozni. Luca viszont nagyon szemét volt. És a gyerekkel zsarolta őt. Miféle gyerekkel? Te mi a francról beszélsz? Igen. Luca terhes lett. És azzal zsarolta aput, hogy elmondja anyunak, ha nem hagy el minket. Te nem vagy normális. Tudom, hogy ez elég kemény, de tényleg így történt. Apu persze nem tudta, mit tegyen. Próbált beszélni Lucával, de az a ribanc mindent tönkretett. Elvetette a gyereket, és bosszúból elküldte nekünk a zárójelentést. Az meg anya kezébe került. Ezután romlott el minden. Ezért kellett elköltöznünk. Te most komolyan azt várod, hogy ezt a hülyeséget el is higgyen? Ez az igazság. Bár ne lenne az. De be tudom bizonyítani. Nem láttátok a fekete táskámat? Itt hagytam a cserépkája mellett. Az kizárt dolog, mert nem tudom. Pedig tuti lehoztam. Ez képtelenség. Hogyan tudnál bármit is bizonyítani? Ülj ide mellém, légy szíves. Nálam van a zárójelentés. Nagyon sajnálom, hogy pont tőlem kell megtudni az igazságot. Ezzel a hétvégével csak az volt a tervem, hogy jól megszégyenítsem Lucát a barátai előtt. De arra nem számítottam, hogy te ilyen hatással leszel rám. Ezt nézd! Basszus! Ez... Ez Luca naplója.
Úristen! Ezek mi vagyunk Lucával. ...2018-as az utolsó bejegyzés. Lapozz a mai naphoz! Akkor ezért most akarja elcsábítani Hanna Alexet. Igazunk volt, baby. Tényleg. Hol a francban vannak most? Tudom, hogy szörnyen érzed magad. De majd én segítek túljutni ezen. Ez? Mi a francot csináltok ti itt? Elmeséltem a kis titkodat, amit elfelejtettél megosztani Alexzel. Hogy mit? Na ide figyelj, Hanna. Megtaláltuk a kis titkos rejtek helyedet. Megmagyaráznád, hogy mit keresett ez nálad? Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de ez a csaj a jövőből jött. Ezt nézzétek. Micsoda? Nektek aztán tényleg komoly bajotok van. Erről mikor akartál beszámolni? Te végig hazudtál nekem? Gondolom, te tudtál az abortuszról. És arról is tudtál, hogy Luce ezzel tönkretett egy családot? Te most mégis miről beszélsz? Arról, hogy Luce lefeküdt Hanna apjával. Jézus Mária! Ezt mind Hanna mesélte be neked? Most mondom, hogy mindannyiunkat manipulál. Hagyjál már a baromságaiddal! Itt van a zárójelentés! Jó. Ebből annyi igaz, hogy Lucának tavaly volt egy idősebb barátja, aki kihasználta és megerőszakolta. Most tényleg az a bajod, hogy nem mindjárt ezzel kezdte, amikor összejöttetek? Még mindig nem tudta feldolgozni, azóta is nyugtatókat szed. Akkor láttam újra mosolyogni, amikor először beszélt rólad. Most meg ezt csinálod vele. Az apád megerőszakolta Lucát? Dehogy is! Fogd már fel, hogy ennek az egésznek semmi köze Hanna családjához! Hanna valamiért szét akart titeket választani. Most azt hiszed, olyan marha okos vagy? Nézd már meg! Ez Luca naplója. A jövőből. Hanna táskájában találtuk. A tablóképünk 2017-ből. Ez mégis mit akar jelenteni? Azt, hogy már rohadtul elegem van belőletek. Ez már kezd nagyon fárasztó lenni. Már el, te hülye! Addig nem. Amíg meg nem mondod, hogy hol a francban vagyunk. Vagyis mikor? Hagyjál már! Mi van? Megint érzem. De most a legdurvább. Az az ismétlődés. Aha.
Emma. Emma. Figyelj. Ott vagy. Ez nem lehet. Ezt hogy? Majd mindjárt megpróbálom elmagyarázni. Szerintem menjünk be. Srácok, gyertek be. Ez most fontos. Srácok, elég nagy gáz van. Szóljunk Alexnek is. Alex? Alex, fenn vagy? Igen, mi van már? Gyere már le! Ezen beszarsz. Az igen. Ezt hogy csináltátok? Nem mi csináltuk. Hanna keze van a dologban. Hanna, ez tényleg a te műved? Ez így kissé bonyolult. Nem olyan bonyolult ez. Hanna egy időutazó. Az előbb rántott vissza a múltba. Úgy tudtam. Akkor te a jövőből jöttél? Mégis mikorral? Kb. Fél órával későbbről. Na ne szórakozzatok már! Miért? Szerinted mi más magyarázat lenne erre? És akkor ezután ketten lesztek? Anyádék mit fognak szólni? Ez azért nem egészen így működik. Akkor esetleg megosztanád velünk, hogy mégis hogyan működik? Meg hogy mi a francot akarsz tőlünk? Vagy Alextől? Igen, erre most már én is baromi kíváncsi vagyok. Ti nem maradhattok együtt. Nektek szakítanatok kell. Mi van? Még egy ilyet szólsz, esküszöm megcsaplak. Nyugi, kicsim. Akkor erre ment ki ez az egész színjáték? Tulajdonképpen igen. De hallgassatok meg. Nem véletlenül jöttem vissza a jövőből, egészen pontosan 2040-ből. Fú, 2040-ből? Mondd, hogy eljutottunk már Marsra. Mutja az időgépedet, hol van? Talán most nem ezek a legfontosabb dolgok. Nincs semmiféle időgép. Néhány hónapja jöttem rá, hogy képes vagyok visszamenni a múltba és ott változtatni dolgokon. Azt akarod mondani, azért jöttél vissza 2040-ből, hogy minket szétválasz? Mi értelme van ennek? Az, hogy nem engedhetem, hogy megszülessen a közös gyereketek. Hogy mi? Higgyetek nekem, mindenkinek jobb lesz így. Mégis mitől lenne jobb? Mit követhet el az a gyerek 10 évesen? Ő volt a legjobb barátnőm. De aztán szörnyű dolgot csinált. Mégis mit? Szemét módon hátba szúrt. Elcsábította a szerelmemet. Pedig tudta, hogy milyen fontos nekem. Értsétek meg! Én nem tudok Benny nélkül élni. Fanninak el kell tűnnie. Hát bazd meg, neked elment az eszed. Csak ezért? Szerinted ez normális? Nem kavarhatsz bele ilyen durván a múltba, még ha meg is van hozzá a képességed. Nézd meg! Velünk is mit műveltél? Tényleg? Most mi lesz velünk?
Megváltozott az idővonal, ezért te hamarosan el fogsz tűnni. Hiszen nem jössz vissza velem még egyszer. Szerintem ezt az egészet felejtsd el. Nem fog összejönni. Hát jól van. El sem tudjátok képzelni, hányszor élitek újra ezt a hétvégét. De ha nektek ezt kell... Látod, mi lesz a vége, tovább lépünk az elején. Látod már, hogy hogy ér véget, ha irányítod a képet. Látod már, hogy mi lesz a vége, tovább lépünk az elején. Látod már, hogy hogy ér véget, ha irányítod a képet. Te személy! Neked meg mi bajod van? Nem fogod tönkretenni az egész hét végét. Ne merj a közelembe jönni. Állj már le! Ezt nem teheted. Maga meg mi a francot akar tőlem? Gyere! Te nem vagy normális. Tudom, hogy mit akarsz tenni, de hidd el, nagy hibát követsz el. Miről beszél? Hagyjon már békén! Nézd rám! Nem vagyok ismerős? Sohasem láttam még magát, és most már ereszten! Na, ez már nem. De igen. Én vagyok az. Meg kell hallgatnod. És hogy kerül, vagyis hogy kerülsz te ide, és mit akarsz tőlem? Azért vagyok itt, hogy meggyőzzelek. Ezt ne csináld. Nem játszadozhat csak úgy más emberek sorsával. De muszáj. Nem tehetek mást. Fanninak el kell tűnnie az életemből. Nem használhatod ilyesmire a képességedet. Egy ilyen beavatkozásnak beláthatatlan következményei lehetnek a jövőben. Nem érdekelnek a következmények. Ha azt az árulót kitörlöm az időből, Bennyvel végre boldogok lehetünk. Látom, nem érted. Nem csak arról van szó, hogy teljesen megváltozik a jelened. El sem tudod képzelni, hogy milyen hatással lesz ez a jövődre. Vagyis az én jelenem. De én nem tudom elképzelni az életemet nélküle. És te is tudod, mennyire szereted. Amíg Fanni be nem kavart. Tudom, hogy most azt hiszed, nincs más választásod. Most úgy gondolod, hogy örökké boldogok lesztek. Csak hogy idővel minden megváltozik. Mit akarsz ezzel mondani? Megint el fog hagyni? Hát akkor majd azt is helyrehozom. Ez nem így működik. Ezzel az akcióddal elszúrod az egész életedet. Tudod-e képzelni, mennyit dolgoztam azon, hogy Benny újra az enyém legyen? Pontosan tudom. Viszont te nem tudod, hányadszor próbálok már meggyőzni téged itt és most. Akkor most mégis mihez kezdjek? Milyen jövő vár rám így, nélküle? Ezt nem láthatjuk előre, de a múltamhoz képest csak jobb lehet. Menjünk haza. Már megint itt vagy? Szia, Emma! Ami nem is volt, újra élem. Szeress belém, ha kérem, ha fáj. Csak akkor érzek igazán.
Érzem, hogy csókod, jó vagy. De olyat csinálok, amit majd a szerelem legalizál. És ez nem a hibám, ez nem a hibám. Szerelemből, a szerelemért szülni a holnapot, ördögi kör, vajon nemzi az eszközt a cél. A szerelemből, a szerelemért szülni a holnapot, ördögi kör, vajon nemzi az eszközt a cél. Kelljen vágnom, jó pofát, összekavarod az életem. Mert ahogyan én csinálom, alapjaimat nem látod, elintézlek magamban, és örökre bennem élsz, bennem élsz. Hé, fiatal ember! Mi van? Most már menjen haza, vége van a filmnek.